Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, srácok! Egy elképesztően jó hírem van számotokra. Március 27-e van, és megjelent a kulcsmagomba, és én tudtam, meg fogja lenni. Lássuk is! Csácsú, és én is mindenkit szeretettel üdvözlök! Ez skuvizzátok! Itt! Jaj, gyere! Gyere szépen a pucikhoz! De gyönyörű vagy. Jó. Ez még nő, nem? És még van egy pár darab. És még hozzá. Ez. Cseh kucsmagomba. A cseh kucsmagomba, srácok. Nagyon gyeng. Jaj, Istenem. Ó, de régen éreztem az illatát. Hadd szagi. Meg még ott, van ott a kosárnál még egy csomó, csak az a baj, srácok, elmondom nektek, hogy mi, hogy az elején, hogy annyira ligetesen nől, hogy nem olyan sokat lehet találni, de viszont, ha kidobja magát, egy hét múlva itt már annyi lesz, hogy nem fogjátok elhinni. Úgyhogy ne ez a cseh kucsmagomba. Nagyobbra is megnől meg, majd azt is le fogom majd nektek majd videózni, hogyha találok olyant. Amik már elég szépen már kinőtték magukat. Na gyártek velem, srácok, mert itt még van egy csomóam. Itt még van egy csomó itt a kosár mellett. Na mennyi? Ezeket is képasztok tasztok. Aha. Meg itt a többi, figyeljetek. Van egy ott, meg van egy ott. Szedd fel, Zoli. Aha. Kettő. Ez jó ez a hely, úgyhogy itt egy csomó lesz. Nem, az van szerintem árul. Három darab. Ott vannak még. És még itt a kosárnál még van egy csomó, várjatok. Itt. Vedd fel, Zoli. Itt te. Hol volt a többi? Ott. Csak még annyira gyengék, figyeltek, srácok, ezt nézzétek! Úgyhogy lehet érzékelni, nyilván. Úgyhogy ez most jött elő, srácok. Itt egy hét múlva annyi lesz, mint a dög. Úgyhogy nagyon örülünk neki, csak srácok, mi ezt tavaly nem tudtuk nektek ugye levidózni. Úgyhogy előjött a kucsmagomba. Igen, mert nézegettem a papírokon, hogy én már 31-én én már találgattam, és már pöcögettem is tesómmal, hogy kell, hogy legyen. De az elején nagyon ligetesen nől. Úgyhogy, srácok, nagyon örülünk neki. Úgyhogy... És ez még hozzá a cseh kucsmagomba. Lesz majd... Szoktam találni hegyeset is, az ilyen feketés színű, nagyobbra is nől. Meg a sima tetejű. Meg a... Sima tetejűt találtam. Meg a fagyú. A sima tetejűt is szoktam találni, meg fattyú. Fattyú kucsmagombát is van, azokkal is lesz videó. Mutasd meg a szárát, hogy néz ki, ilyen tömlős. Mutasd meg a szárát. Addig én fogom a tellót. Amire hozzá. Ja? Srácok, mondok még erről. Hoztam kést. Még egy-két dolgot. Basszus, nem hoztam le, én ezt leizélom ide. Hopp. Le is jött, ennyi. Aha. Jó, gyönge. És így néz ki. Belerakom a térébe. Ja. Aha. Úgy, de gyönyörű. Én már ennek örülök, eljárt. Csak ez nagyon jó ez a hely, és biztos, hogy lesz, hogy ez nagyon jó ez a hely, és azért van ilyen sok. Ja? Mondok majd még egy fontos dolgot nektek, srácok. A kucsmagombákat, addig a kamera, vagy a videózzál. A kucsmagombákat, videóz. Videóznak. A kucsmagombát, 25 percig kell hőgezelni. Tehát ezt mindenki tartsa észben, hogy 25 percig kell lesz hőgezelni a kucsmagombát, srácok. 25 percig. Bizony. És a papsapka gombával össze lehet ám keverni. Papsapka gomba is. Vagy olyat is találok, akkor már azt is de azt be fogjuk mutatni, mert itt tavaly nőtt egy darab. Úgy néz ki, mint egy agyvelő. Ja.
Ha pici, akkor össze lehet keverni vele. Ja. Meg fogjuk majd azt is mutatni nektek. Úgyhogy majd lesz összehasonlítás, ugye, hogy a papsapka gomba és a kucsma gomba között mi a különbség. A mérgező és az átő között. De elvileg ez hogyha nagyobb, ha nagyobb lesz ez a gomb. Ha nagyobb lesz, akkor ilyen üreges lesz a szára. Nem, most kezd nőni. Ez most kezd nőni. De ezzel már lemehetsz a izére, mondom. Hú, de vizes. Azt a mindenit. Halor, Zoli. Tiszta víz. Meglökte az eső szerintem. Tiszta víz. Ja, tiszta víz. Van, ott már van a kosárban. Egy hét múlva annyi lesz, mint a csuda. Mint a csuda. Úgyhogy... Itt még jobban, még éremes még szintén. Kárég lenni ennek ilyen. Majd oda is belé. Szabi, inkább erre gyere. Itt a széliné. Úgyhogy előjöttek a kicsikék. Aha, itt is van. Van. De még olyan kis kicsikék. Mire? Aha. Ott hol van. De ott is, ha. Aha. Még Zari, kicsik. Szedjük fel már, tudod miért? De ezek rengeteg még kicsik. Kicsik. Rengeteg lesz belőle, halott. Ott is van. Ez nem pici, ez erdő. Ez így már jó. Mert ez is el tudám Zoli vénül ireni. De gyönyörű. Aha. De ennek a szára még vastagabbra megnől. Úgyhogy jaj. Úgyhogy itt még indulunk. Itt még mindig lesz, Zoli. Most kezdte kidobni magát. Csak Zoli, itt olyan sok lesz. Tudom. Érted, mit mondok? Nem bíz vele, nem sokára. Ez nagyon jó ez a helyünk. Tehát rengeteg fog lenni. Nyugodjatok meg, srácok, még lesznek videók erről a gombáról. Majd mikor nagyobbak lesznek. Nézünk. Ezt itt még mondom. És itt a túloldalt. Tudja mi? Az úgy látszik, hogy ott jobban kapott fényt. És ott az érnő. Jobban besüthetett ott a nap szerintem. Mi? Van? Ne. Még hármat talált, tesó. Nagyobbak, Szabi, nagyobb! Még kell neki egy kis meleg. Most, ha majd rájön a meleg, akkor ne féld, majd lesz, amit annyi mind az állat. Szó szerint.
Csak a kullancsokra nagyon vigyázzatok, mert én bennem már volt idén vagy 5 darab. Megyek, belépek ide, Szabi. Megyek, belépek ide a izéhez. Jössz? Na, gyere. Elég pici formák pedig. Csak az elején én tudom, hogy sajnos. Aha. Látod? Aha. Ja. Nem, kis gyöngék. Kis gyöngék. Srácok, köszönjük a figyelmet. Legyenek jók. Szabi Zoli, Szazó. Sziasztok. Sziasztok. Ja.